Dávid úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre. Hogyan szeretné a kávét, feketén vagy fehéren? Kedves jókolom, én a mai kávéban túl vagyok, de egy teát nagyon szívesen. Azt kérünk önnek. Mai vendégem az a békési származású idős úr, aki eddigi életének háromnegyed részében Nyíregyházán élt és gondolkodott, így tulajdonképpen Szabolcsban vált a hosszú távú időjárás előrejelzés krónikásává. Az ő nevét viseli a Dávid naptár, hiszen ő alkotta meg azt, és 1974 óta minden évben összeállítja az újabb és újabb prognózisokat. Jelenleg a 46. Dávid naptár készül. Az elmúlt fél évszázadban számos dolog eltántoríthatta volna céljaitól, de ő mindvégig kitartott, hiszen még ma is arra vágyik, hogy felismeréseit közkincsé tegyék valamennyi földlakó érdekében, és újszerű gondolkodás módját a tudomány is használja megoldásként különböző problémákra. Mint tudjuk, nemzetünk egyes speciális alkotásait hungarikumnak nevezzük. Szerinte ez a típusú prognózis, amely a világ működésének megértését foglalja magába, ilyen speciális magyar szellemi termék. Vendégem Dávid Mihály okleveles mérnök, vízgazdálkodási szakember, aki egy kávé mellett mesélt nekem eredményeiről, elképzeléseiről, és még máig be nem teljesült álmairól, feketén, fehéren. Bár tudom, hogy a mai napból még túl sok nem telt el, de elégedette azzal, ahogyan ma az időjárás eddig alakult. Hát most azért, mert tegnap este megnéztem, hogy hogy kell neki alakulni, és most úgy alakul. De ön ezt már megszokta az elmúlt sok évtizedben, ugye? Igen, de azért nem minden nap nézem meg, mert hát arra nincs is szükség, de amikor nagyobb változást várok, vagy úgy gondolom, hogy mégis nem jó, akkor kontrollálom. Én úgy gondolom, hogy az ön nevét nem csak Nyíregyházán, hanem Magyarországon, sőt határainkon túl is igen sokan ismerik, ha nem is úgy, hogy Dávid Mihály, de úgy, hogy a Dávid naptár, úgy valószínűnek tartom. Azt is gondolom, hogy amikor ön kisrác volt, akkor nem biztos, hogy arra készült, hogy majd valamikor néhány év múlva az időjárás előrejelzésével egyfajta meteorológiával fog foglalkozni. Hol teltek az ön gyermekévei? Én úgy tudom, hogy nem nyíregyházi. Nem, én Békés megyé vagyok eredetileg, és Békés megyébe jártam a középiskolába is, pontosabban Békés Csabán, híd- és vízműépítőipari technikumba. Oda majdnem kényszerből kerültem az akkori fölvételi rendszer miatt, ugyanis apámnak volt két ollója, ezért egyéb származású lettem, és gépipari vonatkozásban nem lehetett beiskolázni, mert oda a szegény gyerekek jöttek. Hát én voltam még szegényebb ő náluk, de így kegyelemből felvettek a híd- és vízműépítőből. Nagyon jól sikerült ez az iskola, és hát a mai is örülök neki. És önből mérnök ember lett, de miért? Ennek több oka van, de egészen konkrétan ritkán mondják ezt így ki, de miért nem mondjam. Az a helyzet, hogy amikor mint technikus kezdtem dolgozni, akkor rájöttem, hogy a vezetésben van több ember, aki nem rossz indulatú, nincs az semmi baj, csak ha őtől kell majd utasításokat elfogadni, akkor én dühös leszek. És azt mondtam, hogy inkább tanulunk egyet, és ha nem is utasítást fogok én adni, de nekem kevesebbet adjanak. Így aztán ebből adódott az, hogy elkezdtem egyetemre járni, én levelezőn tanultam, de én nagyon komolyan vettem, és én szorgalmasan jó eredménnyel végeztem. Mikor került ide hozzánk Szabolcs? Akkor még nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye volt. Akkor alakulgatott, akkor szerveződött össze a megye. Ez 1955-ben,
július 11-én. És mi hozta ide? Akkor iskoleosztás, mert Békés Csabán volt híd és ízvédő technikum, vagy mélyépítő technikum, és onnan az ország, ott iskoláztak be, ott sok békés figyelő került be az iskolába, de nem is tudták volna mind ott elhelyezni. Ezért az országban is szükség volt hasonló képességű, képzettségű emberekre, és hát megkérdezték éppen, hogy ki hova szeretne menni. Akkor 18 évesek voltunk éppen, de semmi tájékozottságunk nem volt a világról. Nem tudtuk, hogy mit jelent az, hogy tanácshoz kerülni, építési előadónak, vagy vízügyigazgatósághoz kerülni, gyakorlati munkára, vagy tervezőintézetbe kerülni, szintén ilyen besegítő szinten. Mindenki jelentkezett, tovább tudott, és nagyon dísérte egy osztály főnök félénk Nyíregyházát és a vízügyi szakmát. És én azt mondtam, hogy akkor menjünk. Elindultam, hát egy disznóbőr aktatáskába volt egy fél kenyér és két sült nyúlcomb. Helyileg Nyíregyházán élt? Én az egész megyébe éltem, mert Fehérgyarmaton kezdtem ezt a mesterséget, a Felső-Tiszán. Utána bekerültem a központba, mert azt látták, hogy én annyira túlzottan nem vagyok gyakorlati ember. Nem gyakorlatias, mert az más dolog, de nem vagyok gyakorlati ember. És nem a emberek fölötti gardírozó szándéka én legjobb adottságom, hanem a probléma keresés. És ezt megismerték, vagy felismerték a vezetők, és bekerültem a igazgatósághoz, és innen hát nyugodtan mondhatom, hogy ilyen kis karrierféle indult el. Mintha azt írta volna, hogy az ön gyermeke volt az, aki tulajdonképpen kiváltotta ezt az egész folyamatot, aminek az eredménye egy évtizedek óta jól működő Dávid naptár. Az a helyzet, hogy a szakma is, az én akkori szakmám a természettel kapcsolódott. És később az egyetemen pedig visszatértünk, mert a technikumban még nem annyira, de az egyetemen visszatértünk a természet összefüggések megismerésére, mert a hidrológia, a vízgazdálkodás az tulajdonképpen felhővel kezdődik, aztán egy óra múlva folyik. Hát, emiatt kellett foglalkozni az időjárással, de nem olyan fokon, hogy majd én meg fogom oldani a rendjét. Ezt én így soha nem gondoltam az elején, nem is ezért kezdődött a kutatás, hanem, ahogy tetszett említeni, a lányom 6. osztályos lehetett, amikor mondta nekik a tanítónéni, hogy hát a holdnegyedek így járnak, úgy járnak, meg a nap, és hogy a hold az mozgatja a vizeket, a tengereket, és ebből vannak tengeri dagályok. És az ártatlan gondolkodás, hogy gyerek megkérdezte, és akkor a levegőt is mozgatja? Hát ez akkor a kérdés volt annak idején, hogy... Azért ülünk itt most, tulajdonképpen. Úgy van. Akkor a kérdés volt, hogy a világon is, máig is vitatkoznak rajta, akik vitatkoznak. Nekem nem volt ezzel gondom, mert én akkor nem mérnök voltam. És az, hogy a tömeget mozgatja egy erő, ez nekem teljesen nyilvánvaló. Ez nem is, én magam talán is kérdeztem volna. De amikor már a kérdés megjött, akkor azt mondtam, hogy hát nézzük meg, hogy nyitva a tanulmány erről, hogy én tudom, hogy a tömegek hogy mozognak, és hogy az erők hogy működnek, de hogy a levegő, a megfoghatatlan és az erő, az hogy viszonyul? Na, ez volt nekem a kérdés, és ezt kezdtem el kutatgatni. Hát először csak kíváncsiság volt, tehát nem az volt a helyzet, hogy majd most én megmondom, majd megmutatom, hanem kíváncsiságból, hogy mit tud a tudomány vagy az emberiség erről.
Itt a 70-es évek legelején járunk időben, ugye? 1972. És amikor belenéztem a, nem is az irodalomba, hanem a népszerű tájékoztatásba, kiderült, hogy erről a témakörről, tehát a tömegvonzás, a hold és az időjárás a legvadabb nézetek jelentek meg, mint ismert terjesztés, és főleg tagadó jelleggel. Tehát mindenki azt mondta, hogy nem, aki ilyennel előáll, a szélhámos, az bolond, és ilyeneket adtak elő a népnek. Hát én ahogy elkezdtem vizsgálódni, én nagyon jól tudok térve gondolkodni, a festési szándékom vagy gyakorlatom is ezzel függött össze, nem is később, hanem már akkor. Tehát nekem azt megérteni, hogy valamit fönt van, vagy háta mögött, és forog, mozog, nem egyedül. Hát ez nem okozott gondot. És ezért történt az, hogy belevágtam egy kicsit, de még mindig nem azzal, hogy majd én megmondom, és én leszek a nagy tudós, csak kíváncsiságból. Csak ahogy rájöttem, lépésről lépésre, hogy én olyanokat ismerek fel, ami sokkal értékesebb, sokkal fontosabb. És hogy ezt próbáljuk valakinek elmondani, hogy hát ha használják. És akkor a felismerések azok egyszerű, idézőjelbe teszem, hogy egyszerű, tehát csak gondolkodásból jöttek, vagy akkor már ilyen kis apró eszközöket is használt, és már voltak önmaga felé visszaigazolások, megfigyelések. Hát eszközöket én nem használtam, mert érdekes dolog ez. Nem szeretem magam nagy emberekhez hasonlítani, bár majd később megteszem azt is. De Newtonnak sem volt egy szerulális papíron kívül más eszköz. Ezt mind munka mellett nyilván? Mind munka mellett. És segítség nélkül és egyedül. Na ebben nagy segítség volt a kézügyességem, hogy amit akartam, le tudtam rajzolni, és meg tudtam érteni. És nyíltak az ajtók, a kapuk, vagy zárultak ön előtt? Az volt a helyzet, hogy nagyon sokáig úgy kezeltek, mint hát egy jó szándékú, törekvő embert, aki valamire törekszik, de persze nem élhet el eredményt, mert nem is lehet, mert hát egyrészt nem lehet ezt megfejteni, másrészt pedig hát a képességei meg a szakirányi képesség nincsen meg, tehát jó szándékkal találkoztam egy-két emberrel, aki így kezelt. Úgy is kezeltek, durván el nem utasítottak sehol, ennek azért örültem, de fölényesen lekelező módon meg, hogy beszélgessünk, ígyünk egy kávét és menjen tovább, ilyen módon bizony sorba. És hát mindez addig ment, hogy megjelentek az első előrejelzések, és híre ment annak, hogy mikor már láttam, hogy én eleget tudok körülbelül erről a témakörről, akkor készítettem egy szabadalmat, azért elsősorban, hogy legyen egy hely, ahol rögzítve van, hogy mit tudtam, mit mondtam eddig. Én el sem hittem, hogy szabadalmat kapok, de érdekes módon megkaptam. A szabadalom az akkor készült, amikor már az előrejelzés működni tudott. Tehát nem csak elgondolás volt, hogy majd meglátjuk, mi lesz belőle, hanem működni tudott. A meteorológiai szakma az tobzódott, dühöngött, mindenféléket elkövettek, hogy csak éppen az életemre nem törtek, az eddig elmentek. De ennek mi lehetett az oka? Aki élt már individuális alkotó emberek között, és dolgozott, vagy próbált produkálni, az megérti, hogy mi ennek az oka. Az az oka, hogy egy individuális társaságban mindenki mindenkinek ellenfele. És sokan rosszabbul ítélik meg ezt a helyzetet nálam, mert mondanak mindenfélét, féltékenység, szakmai féltékenység, türelmetlenség, mindent, de én megtapasztaltam, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy individuális emberek törekvései ütköznek egymással. És aki erősebb, az nyer. Ez így ment. Végül is az akkori
metalurgiai szolgálatnak akkori elnöke, ezek az elnökök körülbelül 5 évenként változtak, de az akkori elnöke beadványt készített és a szabadalmat visszavonását kérte. És ő sikerrel járt. Az ő törekvés sikerrel járt, de elment ezzel a párt központi bizottságáig, mert az egyik munkatársának a felesége ott dolgozott, és ott kereste az összefüggést. Magát a visszavonást az elnök intézte, és személyesen felügyelte. Tud róla, hogy valaha ilyen történt korábban? Szerintem sok, mert ez így a szabadalom visszavonására való eljárás, az egy gyakorlat. Ez is beletartozik abba a fogalomba, hogy individuális emberek támadják egymást. A szabadalom megszerzése az egy individuális embernek a produktuma. A másik embernek az érdekét vagy anyagilag, vagy csak erőkülönbség, vagy hiúság szempontjához sértheti, vagy szakmailag nem érted egyet, és megtámadhatja. Próbálkozott újra? Nem. Az a helyzet, hogy közben ugye az idő haladt, az ismertségem az növekedett, és egyszerűen nem volt rá szükség. Mert eladni is nehéz lett volna, ugyanis itt nem csak rossz indulat van ilyen esetben, és hiúság, hanem hitetlenség is például. Egyszerűen nem lehet elhinni, hogy az egész világ nem tud megküzdködni ezzel a problémával, sőn egy ember meg van oldva. Minek volt az köszönhető, hogy az ön népszerűsége nőtt? Kik voltak azok, akik miatt ezt el lehetett mondani? Az a helyzet, hogy ebben tulajdonképpen csak a sajtó segített, mert ők munkaanyagot, érdekességet és... Hát különlegességet, valami újszerűséget láttak benne. És hírt, mert például sajtó hírrel dolgozik, és láttak benne, és amikor megjelent, hogy a szabadalom be van adva, akkor ez már nagy hírt kapott. Amikor visszavonást a sajtó szinte leközvetítette, akkor még inkább, és az emberek kíváncsiságát fölkeltette, hogy na, mi van itt, hát mit csinálnak, hogy csinálják, miért csinálják, és lett egy ilyen plegyka szintű ismertség, és többen kértek is előrejelzést, ezeket én el is küldtem annak idején, 10 forintért az alját. 10 forintért, és az volt a helyzet, hogy emberek mondták egymás után egymásra, hogy néha kis bolond eltalált. És mennyien voltak akkoriban azok, akik már direkt figyelték az ön előrejelzéseit? Ezt figyelte a szakma is, mert be is vallott egy riporta alkalmával, hogy az előrejelzés az ott van a illasztal fiókjába egyiknek másiknak, és lesték, hogy mi van. Részben azért, hogy hátha ki lehet kezdeni, részben azért, hogy hátha valamit meg lehet tudni. Azt hihetik sokan, hogy ez sokkal egyszerűbb dolog, és majd ki lehet találni, hogy csinálja, és akkor majd csináljuk mi. Fogalmazzuk már meg nagyon röviden, Dávid úr, hogy mi az, amit ön tud? Hát kérdőm szépen, hogyha valaki el tudna képzelni egy geofizikust, aki foglalkozik részben csillagászattal, részben mechanikával, részben földtudományokkal, akkor én ezt utólag hozzátanultam az egyetememhez. Azon kívül létezik a bizonyos térlátásom, amit én említettem, és hát van még egy olyan, ami az én tetszett említeni a problémakeresést, probléma megoldást, hát így születtem. Emlékszik-e arra az időpontra, arra az évre, amikor, most idézőjelbe teszem, megszületett a Dávid naptár? Tehát amikor ezt a nevet az ön tudományának odaadta? Ez 74-ben már, ugyanis itt másfél év alatt a mechanikai tudásom alapján, meg a kutatás alapján tulajdonképpen megértettem, hogy mit kell csinálni, mit kell részletesebben kutatni. Ezt a tudomány máig nem értette meg. A 2017-es Dávid naptár hanyadik a sorban? 45.
És gondolom, hogy ön már dolgozik a 46-on. Készül, mert ez egész éves munka. Tehát sokan azt hiszik, hogy rosszul aludtam, és akkor reggel gyorsan rajzoltam, meg írtam valamit, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hát nem így van, hanem az a helyzet, hogy dolgozni kell vele egy egész évbe, és az eredményeket a tudás alapján visszamenőleg ellenőrizni kell, hogy az én tudásom alapján visszamenőleg, hogy működött volna ez. És hogyha azt látom, mert azt látom egyre jobban, hogy ez úgy működik, mint ahogy elgondoltuk annak idején, hát akkor hozzá lehet fogni még bátrabban a következő évinek, mégpedig az újabb felismerések alapján. Például nem lehet elhinni, illetve hát úgy lehet elhinni, hogy ha nincsen belefulladva éppen egy témába, de sokat foglalkozik vele, akkor pici jelekből is össze tudja rakni, és föl tudja ismerni azokat a pici jeleket, amik a valóságot és az igazságot bemutatják. Egy nagyon szép gyakorlati példa. Tavaly ősszel fölfigyeltem, hogy van nekem egy hibiszkuszom a szobában. Rossz helyen van, ritkán nyílik, és egyszer csak ősszel elkezdett világulni. Elmentem a postára, nézd, hogy ott is virágzik. De várjunk, hazamentem, megnéztem a időbeosztást, és kiderült, hogy miért virágzik. És most eltelt egy idő, megint virágzik a hibiszkusz. Nálam is, és a postán is. Egy évben 2-3 alkalommal van erre a lehetőség, hogy a természet, de úgy a természet, hogy az emberi természet is, az állati, az élővilág természete is megmozduljon és vegyen egy lendületet. És azt most már lehet tudni, hogy mikor. Szép nyarunk lesz, Dávid úr. Nem. Kánikulás nyár, vagy zavartalan pihenéssel jött elő nyár, ez nem is várható, hanem egy olyan 24-25 fokos környezetben ingázódó, és viharokkal, meg hát itt most nem földmozgató viharokról van szó, de helyi viharokkal és csapadékossággal kell gondolni, úgyhogy ez a nyár nem lesz szép. Mennyi idősen ebben az esztendőben? Hát egy csak 80. Végül is a fél életénél több, ami ennek a bűvöletében telt. Szeretném megkérdezni, hogy valaki más tudja azt, amit ön? Vagy fogja tudni valaha? Az a helyzet, hogy tudhatja, mert semmiféle olyan emberi tulajdonság nem kell hozzá, ami nem utánozható. Vagy nem így értett. Én is értem. Hogy ön elmondta ezt valakinek? Azért mondom így, mert nem kell hozzá olyan emberi képesség, ami csak nekem van, hanem egy nagyon logikus, nagyon következő gondolkodás kell hozzá, és az a tudásanyag, amit én az egyetemen a mechanikát megkaptam, a matematikából is elég rendesen, az ábrázoló geometria is hozzájött, mert a térbeli gondolkodás lényege, azon kívül kell hozzá csillagászat, és egy progresszív gondolkodás, hogy nem szakadunk bele a pillanatnyi helyzetbe, hanem még gondolatban is egy kicsit szárnyalunk, nem fantáziás szinten, hanem progresszív módon a valóságban. És ez nem merült fel, hogy ön valakinek átadja a tudást? Azt csinálom most, már nem az átadást, hanem ehhez kerestem kapcsolatot. És a legjobb helyen, vagy mondhatom úgy, hogy a legmagasabb helyen, azon a legmagasabb szinten, ahol ez megoldható, hogyha a nemzetközi erőviszonyok ezt lehetővé teszik, akkor megkapja a lehetőséget az a társaság, akivel én felvettem a kapcsolatot, és akkor ezt mind át lehet adni, mind meg lehet tanítani, ha arra alkalmas, fogékony ember cserébe kerül. Hiszen ez ugye a világon bárhol működik. Olyannyira, hogy Los Angelesből is volt érdeklődő, ott olyan fölrengés után érdeklődtek, mert nem beszéltünk arról, és el kell talán mondani, hogy ez a gondolkodás, ez nem
a meteorológiát és a felhők járását érinti csupán, hanem ugyanúgy érinti a vizek járását, ugyanúgy kapcsolatban van a földrengésekkel, a vulkánkitörésekkel, a kontinensek vándorlásával, és ez tulajdonképpen, amit én elértem, az a világ működésének a megértése. És ezt az utolsó kapcsolatot, amit most megpróbáltam összehozni, ezt azért csináltam, hogy ha már is megértettük úgy, ahogy, akkor azért már én kapok egy útaütést nem sokára, akkor ne pusztuljon el minden, hanem lehessen tényleg átadni. Amit ön most kijelentett, hogy ettől meg lehet érteni a világ működését, ez csak nekem tűnik iszonyatosan nagy dolognak, vagy ez tényleg az, és itt beszélgetünk Nyíregyházán erről a dologról? Ez akkor a nagy, hogy tavaly ősszel meghirdettek egy konferenciát a Bánki Donát Villamos Egyetem keretében Miskolcon. Ennek lett egy ilyen oldalszekciója vegyes témákban. És oda engem valaki bejelentett. Előadónak? Úgy előadónak, hogy cikket kellett írni, a cikket elfogadták, és elő is kellett adni azt a cikket, amit... Na most, ez három tudós embernek, régi, 100 évvel ezelőtt is, 100 évvel belül ide-oda élt tudós embereknek a munkájának a megértése alapján készült cikk, ami bebizonyítja, hogy én megértettem a vizek menetének működését, a meteorológia működését, és az egész földgömb anyagi mozgásainak a lényegét. Ez még nyomtatásban nem jelent meg, de hová én elküldtem, hogy azt a bizonyos jelentkezés most nem igen, hogy hát ha van fogékonyság, na azokkal én tájékoztattam, hogy erről tudunk beszélni.